A budapesti Kocorla úra végzett az első helyen az idei ökodizájn pályázaton. Az ő ruháját viselte Muri Enikő a 4. Color Fesztivál 17. napján a Csónakázó tónál megrendezett divat bemutatón. A környezettudatosság jegyében augusztus 17-én este 8-kor ökodizájn bemutatót rendeztek a Color Fesztivál szervezői. Idén az újrahasznosítás jegyében a műanyag, a fém és a fa után a gumi volt az alapanyag. A beérkezett alkotások közül a zsűri a legjobb 10 pénzjutalommal díjazta, ezek voltak láthatók az Extrém Divat bemutatón. A zsűri tetszését ebben az esztendőben a Kocorla úra által tervezett, makramé technikával készített ruhakültemény nyerte el, ezt viselte a bemutatón Muri Enikő. A ruha alapja makramé kötés, amivel igazából nem vagyok annyira otthon, ezért le kellett mennem egy falura, hogy megtanuljam a barátom anyukájától, hogy hogyan is kell ezt csinálni, és miután ezt elsajátítottam, ezután beleraktam még matyóhímzést a vállába kivágással, és így lett teljes a ruha. Igazából menet közben állt össze a ruha, hogy hogyan lesz teljesen. Mit jelent számodra ez a díj? Nagyon-nagyon sokat, ez az első helyezésem, amiben versenyben első helyezést értem el, és nagyon-nagyon meglepődtem, nem is számítottam, hogy ez lesz, és nagyon-nagyon jól esik. Érzem, hogy a munkámnak megvan a gyümölcse. Úgy érzem, hogy most forrott ki bennem ez. A sok év alatt, 5 éve tanulom ezt, és hogy most forrott ki úgy, hogy tudjak valamerre menni. Az a mondani valója, hogy kicsit vigyázzunk a környezetünkre, lehetőleg a cigarettacsikket ne az utcán dobjuk el, hanem dobjuk ki a szemétbe, illetve hogyha vannak olyan dolgok a háztartásunkban, amire már nincs szükség, akkor inkább fontoljuk meg, hogy mire tudjuk azt még használni. Gondolok itt most tényleg a papírra, gondolok itt a gumira, ugye ami idén a kampány része volt, hogy gumiból kell ruhákat csinálni, illetve palackokra, bármilyenekre. Szóval számomra az az üzenet, hogy vigyázzunk a környezetünkre, és amit lehet, az hasznosítsunk újra. Milyen volt a ruha, amit viseltél? Nagyon nehéz volt a ruha. Természetesen volt egy jellegzetes illata ennek a ruhának, hiszen gumiból készült, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a tervezőnő, ha jól emlékszem, nagyon kitett magáért, és nagyon szép ruhát csinált. Elképesztő volt a hangulat, tehát azt gondolom, hogy minden egyes előadónak, magyar előadónak el kell jönni egyszer ide a Color Fesztiválra, mert az, ami közönség itt van, az valami embertelen. Tehát iszonyatosan jó volt, és tényleg, amikor lejöttem a színpadról, így emegett a kezem az adrenalintól, úgyhogy elképesztő volt. A bemutatót követően a Majka Curtis páros Kollány Zsuzsival karöltve szórakoztatta a fesztiválozókat a nagy színpadon. Thank you.